Sokan elégedettek, mások viszont emigrálni készülnek a török elnök választás második fordulója után. Recep Tayyip Erdoğan elnök 52%-ot szerzett a választáson, így újabb 5 évig vezetheti az országot. Ugyancsak pár százalékkal győzte le az ellenzék jelöltjét, támogatói továbbra is az erős vezetőt látják Erdoğanban. Nagyon boldog vagyok. Az a személy nyert, akire az országunknak szüksége van. Ugyanabban hiszek, mint ő. Az országunk legyen mindig az első, mondta ez a férfi. Sok közvéleménykutatás Kemal Kilicdaroglu győzelmét jósolta. Az ellenzéki politikus támogatóinak így nehéz volt feldolgozniuk Erdoğan sikerét. Minden reményemet elvesztettem. Külföldre akarok költözni, amilyen hamar csak lehet. Mérnök hallgató vagyok, jobb lesz nekem külföldön, mondta ez a fiatal. Az újra választott török elnöknek komoly kihívásokkal kell szembenéznie. Legsürgősebb feladatai között lesz a vágtató infláció megfékezése és a földrengés által elpusztított területek újjáépítése is.